Főként a vidéki családoknak kedvez a CSOK kiterjesztése egy friss ingatlanpiaci tanulmány szerint. Van olyan vidéki település ugyanis, ahol már 1,5 millió forintért házat lehet venni, míg a főváros egyes részein előfordulhat, hogy egyetlen négyzetméter kerül ugyanennyibe. Vagyis a budapesti lakások annyira drágák már, hogy még a megemelt CSOK is csak kis részét fedezi a vételárnak. Szakértők szerint ráadásul a kedvezményes áfa megszüntetése is további áremelkedést hoz majd. Nógrád Szakál az ország egyik legolcsóbb települése. Aki úgy dönt, hogy itt vásárol használt ingatlant, annak négyzetméterenként 30-35 ezer forintos árral kell számolnia. Egy két gyermekes család esetén ez azt jelenti, hogy a CSOK igénybevételével minimális önerővel is saját háza lehet. Ez a közmunkából élő család 2,2 millió forintért vette meg 60 négyzetméteres otthonát. Az apa azt mondja, máshol esélye sem lett volna ingatlanhoz jutni. Pár helyen vannak, igen, ami ahol tartsák az árukat valahol, elég olcsón vannak ott is az árak, és elég jó, komoly, összkomfortos lakásokról van szó, amiben ma új fürdőszobátok, központi gáz, fűtés, minden benne van, és meg is van csinálva. Ez a társasház egy jó elhelyezkedésű Budai utcában épül. A lakásokat 800 ezer és 1,3 millió forint közötti négyzetméter áron értékesítették. Szakértők szerint a CSOK kiterjesztése az óriási árkülönbségek miatt főként a vidéki családoknak kedvez. Az ingatlan.com elemzése azt mutatja meg, hogy egyes városokban mennyi önerő kell ahhoz, hogy a 10 millió forintos hitel mellett a család egy 60 négyzetméteres lakást vehessen. Budapesten ehhez 35 millió forint kell, de Békés Csabán 6 millió is elég, vagyis háromszoros is lehet az árkülönbség. A 2008-as válság után évekig kevés lakás épült, ezért az iparág most duplán túlterhelt. Rengeteg szakember is elhagyta az országot. Most, hogy szinte duplányi épületet, lakóingatlant vagy középületet kell építeni, ezért az ő hiányukat folyamatosan érezzük. És mivel nagyon nagy a kereslet, ezért ugye az ő bérezésük most jelentősen növekszik. Hamarosan azonban újabb tétel fogja növelni az árakat. 2020-tól ugyanis megszűnik az 5%-os kedvezményes áfa, és visszaáll a korábbi 27%-os kulcs. A konfliktus azt jelenti leginkább, hogy van a tervezett átadási határidő, ami sok esetben még 2020 előtti, viszont az építőiparban nagy csúszások tapasztalhatóak, és a csúszások megjelenése a projekt átadása során akár több millió forintos többletkiadást is jelenthet valakinek, és az a nagy kérdés, hogy ez a vevő vagy az eladó lesz-e. Az átmeneti szabályozás szerint viszont, ha az adott lakás már 2020 előtt dokumentáltan szerkezetkész állapotban van, akkor még az 5%-os áfa érvényes rá. A gazdasági szakemberek szerint a magyar gazdaság jó paszban van, és nem várható torpanás az ingatlan piacon. Sőt, a bővítés után akár meg is duplázódhat azoknak a családoknak a száma, akik igénybe veszik a CSOK-ot. A Híradóban Korvin Tibor riportját látták.